harmonikázni is megtanulhatnak a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Általános Iskola diákjai, hiszen az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvend ez a hangszer. A hangszer igazán különleges, és minden környező nép kultúrájában nagyon nagy fontossággal szerepel. Sajnos egy picit a mi kultúránkból egy ilyen rossz elszólás miatt kimaradt egy picit, de azon dolgozunk, hogy visszakerüljön arra a rangra, ami egyébként a magát a hangszert, a harmonikát megilleti. Sráckoromban harmonikázni tanultam, mégpedig a Máza Szászváriként, ez nagyon érdekes, mert a Szekszárdi Zeneiskolának voltam a növendéke, mindig ide kellett járnunk Bonyhádra a Petzel kastélyba vizsgázni. Köhler Jani barátommal együtt tanultunk harmonikázni, és hát Köhler barátomnak nagy fájdalma volt az, hogy hosszú évtizedeken keresztül nem volt Bonyhádon harmonika tanár, amikor ugye a Bonyhád a svábság nagy centruma. És az ő halála után Köhler Ilonka kérésére és unszolására bevállaltam ezt a feladatot, és most már 6. éve folyik a harmonika oktatás Bonyhádon, és közben Szekszárdon is elindult, és úgy néz ki, hogy mind a két helyen nagyon sikeres, és nagy szükség van rá, hiszen a harmonikások mindenhol kiöregszenek lassan, és kell a fiatalság, aki a helyüket utána betölti a tánccsoportok kísérésében, a kórusok kísérésében, és egyáltalán önálló szólistaként is. Sokrétű felhasználhatósága miatt új kedvenc a gyermekek körében. Nagy előnye, hogy a legtöbb családban fellelhető, bár lehet, hogy a padlást is fel kell tudni miatta. Szekszárdon 10-en tanulnak, Bonyhádon pedig 5-en. Gyakorlatilag 15 jó harmonikás van a pályán már, és hát évente szervezünk Bátapátiban egy országos harmonikatábort, ahol az idén már Tompától Tapolcáig mindenhonnan, Dunaharasztiból, Cseperről megjelentek a legjobb harmonikások, hiszen támogatóinknak köszönhetően meg tudjuk hívni mind előadónak, mind pedig szólistának Magyarország legjobb harmonikásait, akitől a fiatalok tanulhatnak. Nagyon érdekes maga a hangszer, mert ez a hiányérzet, amit az imént már megfogalmaztam, ez az emberek tekintetében látható, amikor kiáll egy harmonikás és megszólaltatja a hangszert. Tehát a kultúrában ez nagyon régóta benne van. Mint kiderült, majd minden családban van harmonika. Tehát vagy a nagypapa, vagy az apuka, vagy valaki harmonikázott. És az egy külön öröm, hogy ilyenkor nem kell különösebb beruházást tenni, hanem le kell porolni a hangszert, egy hangszerésszel kicsit meghangoltatni, vagy kicsit rendbe rakatni, és utána az ikonikus hangszeren, ugye a papáin, vagy az apukáin tanulhat a fiatal játékos. Nagy örömmel várjuk a fölkéréseket a fiatalokkal együtt, hogy ha valaki harmonikaszót szeretne hallani, akkor akár Bonyhádon és környékén, akár Szekszárdon és környékén nagyon nagy szeretettel biztosítjuk a lehetőséget, hogy a hangszerrel megismerkedjenek. A legtöbben még gyerekkorban ismerkednek meg a harmonikával, az sem ritka, hogy valaki másik hangszer mellett is zenél rajta. Igazából én 6 éve játszom harmonikán. Igen, az első év kimaradt, mert igazából anyukám találta még nagyon régen, és akkor gondolta, hogy mi lenne, ha én is eljönnék, és azóta harmonikázom. Ugyan ennyi ideje játszom dobon, a balkéz a legnehezebb része az egésznek, hogy az egészet úgy egyszerre húzzuk meg, de a harmonika akkor is egy csodálatos és pompás hangszer marad. Olyanok is akadnak, akik a családi felmenők révén ismerkedhettek meg a harmonikával. Uh,
Ez lesz a harmadik évem, hogy harmonikázom, és azért választottam ezt a hangszert, mert a családom apai ágról sváb, és ott mindig is jelen volt a sváb kultúra, és amikor elindult Szekszárdon a harmonika oktatás, akkor éppen apukámmal vittünk haza egy harmonikát, hogy odaadjuk ugye az oktatás számára, és amikor bekerült a kezembe, nagyon megtetszett, hogy milyen érdekes. Szerintem ez egy elég ritka hangszer, hogy nem sokan játsszák, és ettől így egyedivé válhat az ember, meg hogyha szereti az ember a kihívásokat, akkor ezt ajánlom. A tánchoz zenét is illik szolgáltatni, így nem újdonság, hogy valaki kedvet kap ahhoz, hogy akár saját magát is megtanulja hangszeren kísérni. Számomra a harmonika az egy ilyen nagyon népi hangszer. Nekem is a felmenőim között az egyik része sváb, és így számomra a sváb kultúra nagyon fontos. Ugyanígy lassan 14 éve táncolok tánccsoportban, és a harmonikát már régebb óta ismertem, viszont sajnos nem volt még lehetőségünk rá az oktatásra, és 6 évvel ezelőtt sikerült elindítani egy oktatást, és nagyon örültem neki ennek. Legelőször jobb kézzel kezdtünk el játszani, nekem annyi volt a hátrányom, hogy nem tudtam kottát olvasni sokáig, viszont hang alapján el tudtam játszani, és így is próbáltam kicsit erősíteni a hallásomon, hogy azért jó legyen a harmonikázás is, de először mindig a jobb kézzel álltunk neki. A harmonika tehát reneszánszát éli a diákok között, kellemes hangzásának és sokoldalú használatának köszönhetően újra közkedvelt hangszerré válhat.